Ladies and gentlemen, here he is, Keanu Reeves. Keanu! Hatvan évvel ezelőtt pontosan ezen a napon született Hollywood egyik legkedveltebb híressége, Keanu Reeves. A színész, producer, zenész és filantróp, akinek nevéhez olyan sikeres filmek és franchise-ok fűződnek, mint a Billéstedt zseniális kalandja, a Holdpont, a Féktelenül, a Matrix, valamint nem utolsó sorban a John Wick széria. Karrierje során számos ikonikus klasszikusban játszott, szerepeivel több százmillió dollárt keresett, ugyanakkor a gigantikus bukások sem kerülték el, sőt, életművét megvizsgálva igazából rájöhetünk, hogy több rossz filmje van, mint jó. Mégis a magával ragadó stílusa és a mozivásznon átütő karizmája miatt valahogy sosem lehetett őt nem szeretni. A pozitív életfelfogása, és nem csak Hollywoodban, hanem a komplett celebvilágban is abszolút példátlan, kedves, nagyvonalú attitűdje a mozgóképes történelem egyik kiemelt egyéniségévé tette. Miközben színészi pályafutása alatt bőven kijutott neki a sikerekből és a bukásokból, magánéletében is egyaránt megjárta a mennyet és a poklok poklát is. Tragédiák egész sorát kellett leküzdenie, a nehéz gyermekkortól kezdve a családtagok és a barátok elvesztéséig bezárólag. De hiába érték egymás után a sorscsapások, ő sosem adta fel, sosem lépett tévútra, és a rengeteg pénz, valamint a hírnév árnyoldalainak ellenére is kitartott az élet legfontosabb alapszabálya mellett. Embernek maradni mindig, minden körülmények között, még a legnehezebb helyzetekben is. A színész Keanu Charles Reeves néven látta meg a napvilágot 1964. szeptember 2-án a libanoni Beirutban. Anyja Patricia jelmeztervező és előadó művész volt, apja Samuel Novlin Reeves Jr. Hawaii, kínai, angol és portugál felmenőkkel rendelkezett. Reeves szülei Beirutban találkoztak, ahol később össze is házasodtak, azonban a korábban említett nehézségek már a színész születése után nem sokkal elkezdődtek, ugyanis 3 éves korában apja elhagyta a családot, így Patriciának, aki ekkoriban már tanárként dolgozott, még inkább a nyakába szakadt a hatalmas felelősség, ami rengeteg gondot hozott magával, többek közt a gyakori költözést is. Először az ausztráliai Sydneybe, majd New Yorkba költöztek, ahol 1970-ben anyja férjhez ment, Paul Aaron Broadway rendezőhöz. A friss házas pár végül Torontóban telepedett le, ahol egy évvel később elváltak, viszont a férfi ezután is szoros kapcsolatot ápolt Reeves-szel, mivel a fiú 9 éves korában már színpadi darabokban tűnt fel, volt mostohapja pedig folyamatosan tanácsokkal látta el a fiatal tehetséget, sőt, egy ponton még munkát is ajánlott neki a pennsylvániai Hedge Row Theaterben. Édesanyja 1976-ban ismét férjhez ment, ezúttal Robert Miller zenepromóterhez. Azonban ez a házasság sem tartott sokáig, 1980-ban elváltak útjaik, miközben Reevesnek született 2 féltestvére, Karina Miller és Emma Reeves. Ugyan gyerekkoruk nagy részében egy dada vigyázott rájuk, anyjuktól mégis szigorú neveltetést kaptak. A kínai kultúrát a nagymamájuktól tanulták, az angol modort pedig Patriciától sajátították el. Reevesre pedig olyan nagy hatást gyakoroltak ezek a tanítások, hogy azok később egész életét meghatározták. Tanulmányai nem haladtak valami jól, 4 középiskolába is járt, elmondása szerint a heves természete, illetve a nagy szája miatt vágták ki. Ráadásul diszlexiában szenvedett, emiatt a jegyei sem voltak túl bíztatóak. A De La Salle College-ban úgy tűnt, végül megtalálta a valódi hivatását, ugyanis kiemelten jeleskedett a jégkorongozásban, és komoly esélye volt arra, hogy bekerüljön az olimpiai csapatba, azonban egy sérülés miatt 15 évesen derékba tört a sportkarrierje. Ekkor határozta el, hogy inkább a másik szenvedélye felé fordul és színész lesz. Az Avondale Secondary Alternative Schoolban igyekezett kitanulni a szakma csínyát-bínyát, majd 17 évesen otthagyta a középiskolát. Több színdarabban is feltűnt, és 1984-ben a Hanging In című televíziós sorozatban debütált színészként, majd több tévés, valamint színházi szerep után amerikai mostoha apja révén megszerezte a zöld kártyát és Los Angelesbe költözött. Itt elsősorban a tinédzser közönséget megcélzó drámákban kapott kisebb-nagyobb szerepeket. Ugyan a mozikasszáknál nem mentek nagyot, azonban a kritikusok egymás után ismerték el az alakítását, és a közönség is egyre jobban kezdte megismerni a fiatal színészt.
Reeves magabiztosan haladt fölfelé a ranglétrán, és 1989-ben megérkezett az áttörés a Bill és Ted zseniális kalandjaival, amelyben kollégájával és barátjával Alex Winterrel két zenész aspiráns fiatalt formáltak meg, akik bukásra állnak történelemből, és a szüleik büntetésének elkerülése véget egy időgéppel visszautaznak a múltba, hogy ennek segítségével átmenjenek a vizsgán. A film világszerte 40 millió dolláros bevételt hozott, és két év múlva megérkezett a folytatás is, ami ugyancsak kedvező fogadtatásra talált a kritikusoknál és a nézőknél. 1991 egyébként is nagy fordulópontot jelentett Reeves karrierjében és magánéletében, ekkor játszott ugyanis a Holdpont című nagy sikerű akciófilmben, valamint az Otthonom Idaho-ban River Phoenix-el, amelyet azóta is az egyik legjobb filmjének tartanak. A forgatáson összehavarkodott fiatalabb kollégájával, aki a Stephen King novellájából készült I mellémnek, valamint az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovagnak köszönhetően generációja egyik legnagyobb reménységének számított. Reeves sokat lógott együtt a fiatal színésszel, viszont Phoenix főleg a tragédiákkal teli gyermekkora, az Isten gyermekei nevű szektában történt szexuális bántalmazások, valamint az egyre növekvő hírnév miatt az önpusztító életmód felé fordult, amelynek köszönhetően 1993. október 31-én drogtúladagolás következtében meghalt a híret Viper's Room nevű szórakozóhely előtt. Reeves ekkor épp a Féktelenült forgatta, és bár barátja halála mélységesen lesújtotta, a felvételek alatt mégis eltitkolta a fájdalmát. A film amúgy óriási sikert aratott, azóta is az akció műfaj legjobbjai között tartják számon. A színész később elmondta, hogy nehéz időszak volt ez az életében, képtelen volt másra gondolni, azonban végig igyekezett fejben is ott lenni a forgatáson, és külön választani a munkát a privát dolgaitól. Ekkorra Reeves már nagy sztárnak számított, azonban a 90-es évek második felében vegyesen alakult a karrierje. Amíg a Johnny Mnemonic és a Láncreakció minden szempontból óriásit zakózott, addig az Ördög ügyvédje nagyot ment. Az, hogy inkább ezt a filmet vállalt el a borzalmas Féktelenül 2 helyett, utólag hibátlan döntésnek bizonyult. Aztán 1999-ben következett az a film, amiről a legtöbben emlékszünk rá, és amely komplett nemzedékekre volt vitathatatlan hatással, a Matrix. Az alkotás senkinek sem kell bemutatni, és maga Reeves is meleg szívvel emlékszik vissza talán legikonikusabb szerepére. A Matrix megváltoztatta az életemet, mint sok más emberét is, nagyon pozitív, nagyszerű módon. Művészként abban reménykedik az ember, hogy megcsinálhat egy ilyen filmet, elmesélhet egy történetet. Szóval amikor szóba kerülnek ezek a filmek, eszembe jutnak azok az emberek, akikkel találkoztam, és elmondták, hogy a Matrix ilyen jó értelemben érintette meg őket. Ennél nincs jobb. Bár a Matrix és a további két folytatás még inkább bebetonozta szupersztár státuszát, Reeves magánélete már közel sem alakult ennyire jól. Noha sosem volt különösebb gondja a nőkkel, egy ideig Sandra Bullockkal és Sofia Coppolával is randizgatott. 1998-ban egy alternatív rockzenekar koncertjén ismerkedett meg Jennifer Syme-mal. Szerelem volt első látásra, és a család alapítás is hamar szóba került, de ekkor újabb tragédia történt. Lányuk, Ava Archer Syme Reeves 1999 karácsonyának estéjén halva született. A veszteség pedig annyira megterhelte a kapcsolatukat, hogy végül külön váltak útjaik. Később kibékültek, és a hírek szerint többször is együtt ebédeltek, de a dolgok végül soha nem térhettek vissza a normális kerékvágásba, mivel Jennifer egy Marilyn Manson által rendezett buli után 2001. április 2-án kocsijával belehajtott 3 parkolóautóba. Mivel nem volt bekapcsolva a biztonsági öve, a nő kirepült a szélvédőn és azonnal meghalt. Reeves nehezen birkózott meg a dologgal, emiatt egy ideig a Matrix folytatások felvételeit is szüneteltetni kellett. 2014-ben bevallotta, hogy ezeket az érzéseket valamennyire kamatoztatni tudta, amikor John Wick szerepére készült. Szeretem a gyászát. Ez jelenti a karakter alapjait. Nem hisz abba, hogy a gyász és a fájdalom valaha is elmúlik ebben az életben. Gyermekének halva születése és barátnője halála már bőven elég lett volna a teljes összeomláshoz. Reeves időközben más nehézségekkel is szembenézett. Húgánál, Kimnél 1991-ben leukémiát diagnosztizáltak, ezért a színész egy kicsit szüneteltette a munkát, hogy több időt tölthessen testvérével. Közelebb költözött hozzá, segített neki a háztáji teendőkben, a főzésben és a gyógyszerek beadásában. Kimnek 10 évébe telt, mire teljesen felépült, és ma már jobban érzi magát, mint eddig bármikor, Reeves pedig továbbra is támogatja őt, és mindenben mellette áll.
A húgom mindig ott volt nekem, én pedig mindig ott leszek neki, mondta a színész, aki egyben a legjobb barátjának is tekinti testvérét. Emellett gondoskodott arról, hogy a Matrix filmekből származó fizetésének 70%-a, azaz mintegy 45 millió dollár a leukémia kutatására létrehozott alapítványhoz jusson. Ez egyébként egy kevésbé ismert tény, ennek okát pedig a sztár egyszerűen magyarázta: nem szeretném a nevemet adni hozzá. A színész története tragédiák egész sorával kezdődött, és tragédiák egész sorával folytatódott, ám az élete nem csak ennyiből áll. A szörnyű eseményeket arra használta fel, hogy egyfajta motivációs terápiaként segítse a rászorulókat és a hajléktalanokat. Végül a szerelem is rátalált. 2018-ban jöttek össze a festőként és szobrászként tevékenykedő Alexandra Grant-tel, akivel mindmáig kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek és szeretik egymást. Mi több, a pár közös vállalkozásba fogott, saját könyvkiadót alapítottak, és két könyvet is kiadtak, amelynek szövegéért Reeves, a benne látható illusztrációkért pedig barátnője felelt. A színész ezen kívül a motorok iránti szeretetét is kielheti az által alapított Arch Motorcycle segítségével, és hatalmas vagyonával sem bánik szűkmarkúan. A húga tiszteletére alapított szervezeten keresztül önkéntes munkát végzett, nagy összegeket adományoz az Idaho-i Rákos Gyermekek Egyesületének, többször vett ételt és italt a hajléktalanoknak, egyrészben pedig segített az Oscar, BAFTA és Golden Globe díjas Octavia Spencernek, amikor a színésznő a kocsijával lerobbant az út közepén. Először nem ismertem fel, mert sisak és napszemüveg volt rajta. Ő volt az egyetlen, aki hajlandó volt nekem segíteni, mesélte. Egyszer, miután egy repülő kényszerleszállást hajtott végre a kaliforniai Bakersfieldben, buszokat rendelt, amelyek elszállították az utasokat a 100 mérföldre lévő Los Angelesbe. Tehát az elszenvedett tragédiáktól és sorscsapásoktól függetlenül Keanu Reeves az egyik legföldhöz ragadtabb híresség Hollywoodban. Hajlandó időt és pénzt szentelni mindenkinek, akinek szüksége van rá. Tudja, hogy a nagyjából 380 millió dolláros vagyonával akár évszázadokig is kényelmesen eléldegélhetne, mégis azt állítja, hogy a pénz érdekli a legkevésbé. Noha a színészi karrierje sokszor stagnált, a rendkívül népszerű John Wick szériának köszönhetően mindmáig reflektorfényben van, és pozitív hozzáállása miatt mindenki szeret együtt dolgozni vele. Magánéletét, ahogy annak idején, úgy ma is megpróbálja a négy fal között tartani. Nagy híve a spiritualitásnak, és bár alapvetően ateistának vallja magát, valamennyire hisz Istenben, a belső hangban, de legfőképp önmagában és a szenvedélyében. Formálisan ugyan nem gyakorolja a buddhizmust, a keleti vallás erős benyomást tett rá a Kis Buddha című filmjének forgatása során. A legfőbb dolog, amit megtanultam a buddhizmussal kapcsolatban, hogy mélységesen emberi. Az érzelmek megértését, a múlandóságot, azt, hogy megpróbáltam megérteni más embereket, és azt, hogy honnan is jöttek. Idén bevallotta, hogy közeledve a 60-hoz sokszor veszik el a gondolataiban, ezek között pedig gyakran megfordul a halál témaköre is. Állandóan a halálra gondolok. Ez egy jó dolog. Nem bénító, de remélhetőleg érzékenyé tesz minket arra, hogy értékeljünk minden lélegzetet és azokat a kapcsolatokat, amelyek jelen vannak az életünkben. Ennél jobban alig, ha lehetne összefoglalni a színész személyiségét. Reeves jelenleg is rendületlenül forgat, nyugodtan, békében és boldogságban él, de a rengeteg tragédia ellenére továbbra is pozitív perspektívából szemléli a világot és önmagát. Mindezt úgy, hogy szigorúan ragaszkodik a bevezetőben is említett alapszabályhoz, amelyet manapság sajnos sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni. Maradj ember mindig, minden körülmények között. Nektek egyébként melyik a kedvenc Keanu Reeves filmetek? Írjátok meg nekünk kommentben, és amíg nem tettétek meg, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk a következő alkalommal. Addig is sziasztok!